A hatalmas esőzések óriási kárt okoztak megyeszerte múlt héten. Többek között Tolnamős területén, ahol a rossz vízelvezetésnek köszönhetően több pince is beszakadt. A pincék az ingatlan területén kezdődnek, és nem szokványos módon a közút alá futnak ki. A pincék beszakadásával tehát megrongálódtak a közterületek is. A polgármesteri hivatal gyors beavatkozásra kényszerült a további károk elkerülése érdekében. Voltak olyan beszakadt pincék, amik a biztonságos közlekedést akár a járdán, akár a járda és az út között akadályozták. Ezért úgy döntöttem, hogy ezeket SOS betömjük ezeket a pincéket. Nyilván a tulajdonosokkal minden alkalommal egyeztettünk. A rossz vízelvezetés több mindennek köszönhető Tolnamőzsön. Egyrészt annak, hogy az emberek a csapadékvizet nem a megfelelő módon vezetik ki az utcára, és a vízelvezető árkokat sem tartják tisztán, sőt, van, ahol terméskövekkel torlaszolták el az átfolyót. Sokan le is betonozták az ingatlanjuk előtti árkot, hogy jobb parkolási felületük legyen, ám nem vették figyelembe az árkok és átfolyók főszerepét. A Pesshoffer Ágnes polgármester szerint közösen kell megoldást találni erre a problémára. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője elárulta, hogyan lehetne megelőzni az ilyenfajta károk keletkezését. Az árkok és a vízelvezetőknek az átfolyását kell biztosítani. Hogyha ezek megvannak, akkor jó eséllyel nagyobb mennyiségű víz fog tudni adott időn belül eltávozni. Értem ez alatt a tisztításra akár egy fűvágást galjakkal vagy másik holdalékkal eltömődött árkok gyakorlatilag, vagy vízelvezetőknek a tisztítását, ez megint csak beletartozik ebbe. Tolna megyében csak múlt héten több mint 40 riasztás érkezett. Voltak olyan területek, ahol 60-70 mm csapadék is hullott egy nap. A vihar főleg Tolna, Szedres, Fácánkert és Dunaszentgyörgy környékén centralizálódott, ebből kifolyólag itt is voltak a legnagyobb károk. A munkák nagy részét a vízszivattyúzás és a veszélyes kidőlt faágak eltávolítása tette ki, de a villám is okozott tűzeseteket. A hivatásos állomány munkavégzését a környező települések önkéntes tűzoltó egyesületei is segítették.